Tata, én kiirtottam az egész családomat. Micsoda? Kivégeznek. Összejönnek, megszavazzák és felakasztanak. Gyerekek, pont ezért vagyunk itt. Gyertek, üljetek le, elmondom az alternatívákat, jó? Én semmilyen gyilkossággal nem értek egyet. Milyen gyilkosság? Kiirtotta a családját, ne kezdjünk jogi vitát. Én... Ez nem gyerekek, te se vagy szakember. Én ebben nem veszek részt. Na, gyere, ülj. Elmondom a lehetőségeket, jó? Egy, plasztikai műtét, más ember, más arc. Kettő, rejtőzködés, az ország elhagyása. Három, ismeretlen tettes, ismeretlen okból csinálta. Lehet török, kínai, albán, horribile dictu, tálib is. Úgyhogy... Nagyon szép, csak gyorsan kell lépni. Te most kussoljál. Milyen nyelven beszélsz? Spanyolul, elég jól tud. Elmehetne Dél-Amerikába. Plasztika, plasztika, de ahhoz is utazni kell. Lép, kap a lép, szervező zseni, tud lépni. Kész. Ugye, hogy volt? Ott volt a pisztoly a papa ülésén. És miért? Megbukott. Rosszat húzott. Hogy rosszat húzott? Hogy függ össze a Dionysos kultusz meg a színjátszás? És ezt nem tudtad? Miért? Te nem tudod, kapa bácsi? Én? Én nem ezért vagyok, bazd meg! Hogy ezt tudjam, hanem hogy pénzt csináljak! Sok pénzt! Hogy tanuljatok! Hogy ne legyetek bunkók! Hogy tudjatok késsel villával lenni! Hogy ne böfögjetek! Hogy ne fingjatok, hogy beszéljetek nyelveket, mert szétverem a fejeteket! Hely, ez a barom meghívta a rendőrséget. Jönnek azok maguktól is. A cukros fasznak, édes Józsikám.